Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Az olcsó villamos energiát biztosítják a fejlesztéssel, 2022-ben elkezdődhet az új blokkok építése Pakson. Megváltozott út- és látási viszonyok, a téli közlekedés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. Az adventi időszakban megduplázódnak a lakástüzek, óvatosságra int a katasztrófavédelem. Fogyatékkal élők nemzetközi világnapja, kerekasztal megbeszélést tartottak a Tolna megyei szervezetek. Infrastruktúrális és innovációs fejlesztések kísérik az új atomerőművi blokkok építését, amiből Szekszárdra is jut majd. Ezt Becskeházi Attila Csaba államtitkár mondta a Tolnai megyeszékhelyen tartott tájékoztató során. Az építkezés várhatóan egy éven belül elkezdődik, és előre láthatólag legkésőbb 2030-ban üzembe helyezik az új blokkokat. 2022-ben elkezdhetik a Paks 2 főépületének építését. Többek között ezt jelentette be Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője december 2-án a Szekszárdon tartott tájékoztatóján. A miniszter elmondta, hogy ugyan a létesítési engedélyt még nem kapták meg, de a hiánypótló dokumentumokat hamarosan beadják. A reaktortartály gyártási engedélyt beadtuk, készen van a alaplemez terve, amire majd az egész erőmet építjük, de további 8 engedélyezési dokumentáció, 7 épület és a olvadék csapdának a doksia, az még nincs beadva a hatóságnak. Tehát ha ez a még további 8 is beadásra kerül, meg engedélyezés, ezért mondtam, hogy ez körülbelül az első negyed év, akkor tudunk váltani. Az új blokkok építése azért is fontos, hogy fent tudják tartani az olcsó villamos energiát. Az eseményen részt vett Becskeházi Attila Csaba, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár, aki előadásában arra tért ki, hogy hol tartanak azok a beruházások, amik nélkül egy ilyen erőművet nem lehet megépíteni. A fejlesztésekből Szekszárdra is jut. Innovációs fejlesztéseket végzünk a térségben is, Szekszárdon is. Egy olyan energetikai innovációs és tudás központot, technológiai központot fejlesztünk. A volt húsiparnak a területén elindultak a munkák, tervezési, engedélyeztetési szakaszban vannak, ahol minden energetikai beruházással kapcsolatos tudást meg lehet szerezni. Az államtitkár szerint az elkövetkezendő években nagy hangsúlyt fektetnek majd a felnőtt képzésre, hiszen nagy hiány van az energetikai szakemberekből. Az új határidő szerint 2029-2030-ra befejezik az új blokkok üzembe helyezését. 10.143 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.134.869 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 191, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 35.122 főre emelkedett. Tolna megyében 203 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 23.658 főre nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. A következő másfél hónapban minden településen lesz oltási akciónap, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádió interjújában. A kormányfő azt várja ettől, hogy a harmadik oltást felvevők száma rakéta sebességgel lő majd ki. A miniszterelnök azt mondta, hogy az elmúlt szűk 2 hétben csütörtök estig 1 millió oltást adtak be az oltási kampány során. Ebből 800 000 volt a megerősítő, harmadik oltás, még 115 000 első oltás történt, vagyis ennyien döntöttek úgy, hogy eddig valamilyen rejtélyes okból nem oltatták be magukat, most mégis felveszik azt. Megnézték, hogy az első és második oltás hatékonysága mikor kezd csökkenni. Az most a közbölcsesség, hogy 6 hónap után ez bekövetkezik.
De a harmadik oltással a védettségi szint az ismét 90% fölé emelhető. Azt is megnéztük, hogy ki mikor oltatta be magát, tehát látjuk, hogy milyen ütemben veszítik el a beoltott emberek a védettségüket az oltás hatékonyságának 6 hónap után kezdődő csökkenése miatt, és ezért megindítottuk ezt az oltási hetet, sőt újabb döntéseket hoztunk. A téli időszak beálltával körültekintőbb vezetésre hívja fel a figyelmet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A megváltozott út- és látási viszonyok miatt sokkal könnyebb balesetet okozni és elszenvedni is. Ajánlottak gépjárműveken az évszaknak megfelelő gumiabroncsok használata és a szélvédő folyadék cseréje is. A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. A hideg időjárás beálltával megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gépjárművezetőknek is alkalmazkodniuk kell. Tolna megyében ebben az időszakban az a jellemző, hogy az állampolgárok jobban odafigyelnek és körültekintőbben közlekednek. Ennek ellenére fontos azt elmondanunk, hogy a közlekedés során mindenki a szabályok betartásával közlekedjen, megfelelő műszaki állapotban lévő autóba üljön bele. Ez azt jelenti, hogy téli gumikra cseréljük le az autónk nyári gumijait, hiszen a nyári gumik fékútja ebben az időben sokkal hosszabb, sokkal nehezebb megállni, és ezáltal sokkal csúszósabbá is válik az autónk, ami balesetet okozhat. Ajánlott a nyári szélvédő mosott cseréje is télire, és minden esetben tisztítsuk meg a fényszórókat is, hiszen a latyakos időben azok is elkoszolódnak, és ha ezeket nem takarítjuk le, nem leszünk jól láthatóak az utakon a másik autó számára. A téli időszakban a balesetek nagy része abból adódik, hogy az autó vezetője nem méri fel időben az út- és látási viszonyokat, ami azt jelenti, hogy nem megfelelő sebességgel közlekedik. Több ilyen baleset is következett be az elmúlt időszakban, amikor az autó vezetője ismeretlen körülmények között lesodródott az útról, nem ütközött másik járművel, de vagy az árokba borult, vagy egyéb balesetet okozott saját magának a járművezetője. Ha a szokásos feladatok mellett még néhány speciális teendőre is sort kerítünk, biztosak lehetünk abban, hogy a téli hidegben a fagyos, csúszós utakon is biztonságban autózhatunk. Postás csomagszállító autó tolatott neki egy nőnek Szekszárd központjában a Garai téren. A sofőr az út szélén parkolt, elindulásakor tolatni kezdett, és neki ütközött az autó mögött gyalogosan sétáló nőnek. Az asszony a földre esett, és az elsődleges információk szerint könnyű sérüléseket szenvedett. Ne hagyjuk felügyelet nélkül az égő gyertyát, és húzzuk ki a konnektorból a fényfüzért, ha elmegyünk otthonról. Többek között ezekre hívják fel a figyelmet a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai az adventi időszak kapcsán. A statisztikák szerint ilyenkor megduplázódnak a lakástüzek. November 28-án gyújtottuk meg idén az adventi koszorú első gyertyáját. Ezzel kezdetét vette a várakozás időszaka az egyik legszebb ünnepünkre. Azonban a tűzoltók ezt máshogy látják. A meghitt hangulatot árasztó gyertyaláng és fényfüzérek számtalan veszélyt hordoznak magukban. Ackermann Zsuzsanna helyettes szóvivő elmondta, hogy ebben az időszakban csak nem megduplázódik a lakástüzek száma. A legfontosabb dolog, amit tehetünk a biztonságunk érdekében, hogy az adventi koszorút azt nem az asztalterítőre, hanem egy tűzálló tálcára helyezzük el, és nyilván, ha meggyújtjuk a gyertyákat, akkor ezeket nem hagyjuk felügyelet nélkül, és mindig elroltjuk a lángokat, amikor már nem használjuk ezeket az adventi koszorúkat. Egy másik fontos veszélyforrás egyébként a fényfűzérek, tehát hogyha nem megfelelő minőségű fényfűzéreket használunk, akkor ez nem csak az áramütés veszélyét hordozza magában, hanem a tűz kialakulásának a lehetőség. Is. A helyettes szóvivő kiemelte, hogy csak megbízható forrásból szabad fényfüzért vásárolni, és minden esetben ellenőrizni kell a biztonságosságát és a vezetékek épségét. Mindemellett nagyon fontos, hogy éjszakára, valamint ha a lakók elhagyják az otthonukat, húzzák ki a konnektorból a fényfüzéreket. Az elmúlt időszakban egyébként vizsgálva a lakástüzeknek a számát Tolna megyében, a 2020-as évben 13 lakástűz keletkezett az adventi időszakban. Az idei évben szerencsére nem történt Tolna megyében adventi koszorúkkal, adventi időszakkal kapcsolatos tűzeset még, azonban országos szinten 2 tűzeset is keletkezett adventi koszorúk nem megfelelő használata miatt. A szakértő elmondta, hogy egy füstérzékelővel megelőzhetőek lennének ezek az esetek. Tolna megyében idén már több mint 120 lakástűzhöz vonultak a lánglovagok. December végéig még van lehetőség részt venni hazánk klíma- és természetvédelmi témájú online felmérésében. A kitöltés határidejét ugyanis egy hónappal meghosszabbították.
A kormány 14. alkalommal fordul az emberekhez, és kéri ki a véleményüket, a mindennapjaikat, ezúttal a hazai környezetpolitikát meghatározó kérdésekben. A programért felelős államtitkár azt mondta, most közösen dönthetünk arról, hogyan számoljuk fel az illegális hulladéklerakókat, hogyan szorítsuk vissza a műanyagpalackok használatát, hogyan népszerűsítsük a megújuló energiát, és milyen szerepet szánjunk a zöld energiának a hazai közlekedésben. Az idei évben is karácsonyi csomaggal kedveskedik a Pakson élő alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak a város önkormányzata. A kérelmek már beérkeztek, az 538 igénylés feldolgozása jelenleg is folyamatban van, jelentette be Szabó Péter polgármester. Amint egy 4000 forint értékű csomagokat december 20-áig szállítják ki a nyugdíjasoknak a polgármesteri hivatal munkatársai. Gyönyörű. Ez lencse. Két évvel ezelőtt lencse volt a Paksi kis nyugdíjasok önkormányzat által összeállított karácsonyi csomagjában, haladva a kor szükségleteivel a 2021-es ajándékban készfertőtlenítőt is találnak majd az idősek. A csomag iránti igényléseket november 25-éig adhatták le a polgármesteri hivatalban az alacsony jövedelemmel rendelkező szépkorúak. Azok a nyugdíjasok igényelhették egyébként az elmúlt időszakban ezeket az ajándékcsomagokat, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500 forintot, egyedül élők esetében pedig a 128.250 forintot. Az idei évben 538 nyugdíjas igényelte ezt a igencsak gazdag, véleményem szerint igencsak gazdag ajándékcsomagot. Ezeknek a kérelmeknek a feldolgozása jelenleg zajlik. Szabó Péter polgármester arról is beszámolt, hogy a kérelmezők jogosultságának vizsgálatát követően az ajándékcsomagokat december 1-e és 20-a között munkaidőben 8-tól délután 4 óráig szállítják ki az önkormányzat munkatársai. Csomag értéke egyébként 4000 forint, és megpróbáltuk úgy összeállítani ezeket a csomagokat a polgármesteri hivatal munkatársaival, hogy az előző évek tapasztalataira támaszkodva, az előző évek nyugdíjasai részéről érkező visszajelzések alapján kerültek olyan ajándékok ezekbe a csomagokba, amelyeknek én azt gondolom, hogy alapvetően örülni fognak majd a nyugdíjasaink. Szaloncukor, instant kávé, száraz tészta, szalvéta és karácsonyi hangulatot megteremtő illatgyertya is található a csomagokban. Megbeszélést tartottak a fogyatékkal élők érdekképviseletét ellátó szervezetek vezetői Szekszárdon. Az esemény célja az volt, hogy felhívják a Tolna megyei sérült emberek helyzetére a figyelmet. 1992-ben az ENSZ december 3-át nyilvánította a fogyatékkal élők világnapjává. 12 fő most jelenleg a létszámunk, egészségesek és megváltozott munkaképességűekkel együtt. December 3-a a fogyatékkal élő emberek világnapja, ebből az apropóból kerekasztal beszélgetésre hívta össze a Vakok és Gyengéllátók Tolna megyei Egyesülete a megyében működő fogyatékkal élők érdekképviseletét ellátó szervezetek vezetőit. Tóth László látássérült. Az ő életét a vakvezető kutyája könnyíti meg, akit 2 hónapja kapott, hogy segítse a mindennapjaiban. Azóta a közlekedésben sokat segít, mert előtte nagyon sokat csetlettem, botlottam, megtaláltam az összes pocsolyát, az összes repedést, és így a kutyával kikerüljük a pocsolyát, árkokat. 1992-ben az ENSZ december 3-át a fogyatékkal élők napjává nyilvánította, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a sérült emberekre, a fogyatékosok mindennapi gondjaira, ösztönözve az egészségeseket arra, hogy betegtársaikat egyenrangú félként kezeljék. Ez a világnap egy nagyon jó okot ad arra, hogy erre a napra szervezzünk egy olyan megbeszélést, egy olyan egyeztetői fórumot, ahol részt vesznek a fogyatékkal élők érdekvédelmét ellátó civil szervezetek, akik Tolna megyei hatáskörűek, illetve az önkormányzat és a hivataloknak a képviselői. A Vakok és Gyengéllátók Egyesülete Tolna megyében közel 1400 látássérült ember érdekképviseletét látja el. Regionális híreink következnek.
Új épület, energetikai korszerűsítés, több mint 1 milliárdot fordítottak a mohácsi idősgondozásra. Hagyj el egy Mikulás csomagot, különleges jótékonysági akció Balatonszemesen. Megsütötték, mézes kalácsból álmodták újra falujukat a magyar egresiek. Jelentős saját forrás felhasználásával újul meg Mohács idősgondozási intézménye. Hivatalosan csütörtök délután adták át az épületeket, az önkormányzat maga fedezte az egyik épület megépítését, ahol emelt szintű ellátást kaphatnak majd a lakók. Ünnepélyes keretek között adták át a Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény új, illetve megújult épületeit csütörtökön. Talán országosan is egyedülálló, hogy ezt az épületet az önkormányzat teljesen saját forrásból építette fel, hangzott el az ünnepi beszédekben. Ezen kívül még két ingatlanban volt energetikai beruházás is, illetve eszközbeszerzés. Felújításra került a betegszoba, egy új tároló konyha került kialakításra, a szobák is felújításra kerültek, tehát ők ide fognak visszakerülni. Ahol most ők élnek átmenetileg, a mellettünk lévő épület, ez egy 4 szintes, 33 apartmanból álló intézmény, ami teljes mértékben az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés volt. Oda is várjuk majd a leendő lakókat. Mindennel együtt az építkezés, az energetikai felújítás, az eszközök beszerzése több mint 1 milliárdos beruházás. Az energetikai megújítást segítette pályázati forrással az állam. Ez pedig összefüggésbe hozható a baloldalról támadott rezsicsökkentéssel is, mondta a terület önkormányzati képviselője. Egyszerre van szükséges bizonyos krízishelyzetekben arra, hogy az állam hatósági eszközökkel beavatkozzon az állagba. A rezsicsökkentés magyar példája mutatja, hogy ez működni tud. Itt jegyzem meg, 19 európai ország ezt valamilyen módon, ezt a gyakorlatot átvette. Tehát más európai országok is ezt működőképesnek gondolják, ezt a rendszert. És persze emellett szükség van arra is, hogy zöld energiát, napenergiát és minden megújuló energiát hasznosítsunk az épületeink korszerűsítése során. Ez az, ami most megtörtént itt ebben a szociális intézményben is. Az apartman házzal a korszerűsítésekkel egy régi elképzelése valósult meg a Mohácsi Szociális Intézménynek. Így létrejött egy idős védelmi centrum, amit már évek óta terveztek, hangzott el az átadón. Harmadik éve hagynak el Mikulás csomagot Lelkes Manók Balatonszemesen. Az országos akcióhoz évről évre egyre többen csatlakoznak a településen. Vannak, akik édességgel, pénzbeli felajánlással vagy plüssfigurákkal, házi süteménnyel járulnak hozzá ahhoz, hogy minél több elhagyott Mikulás csomag kerüljön ki a település közterületeire december 1-e és 6-a között. Nagyon szépen köszönjük, és csomagoljuk a többivel együtt akkor. Nem csak civilektől, de vállalkozásoktól is egyre több felajánlás érkezik a Balatonszemesi Mikulás akcióra. A település lakóinak fontos a kezdeményezés. Évről évre egyre többen keresnek meg minket, hogy vagy anyagilag, vagy édességgel, akármilyen felajánlással támogatnák, de ugye ezt civilként is megtehetik, hogy a faluba 1-től 6-áig elhagynak egy-egy csomagot. Vannak, akik pénzzel, édességgel, plüssfigurával járulnak hozzá az akcióhoz, a helyi kereskedők pedig szintén kiveszik a részüket az adakozásból. Nagyon jó ötletnek tartunk, itt az üzletben mi is nagyon készülünk a karácsonyra és a Mikulásra. Nagyon szívesen állunk az ilyen kezdeményezések mellé, ezután is és eddig is így volt. Az üzletbe is kihelyeztünk egy kis dobozt, amiben gyűjtjük a pénzt, és ilyen Mikulás csomagokat is nagyon szívesen felajánlunk. Az évek alatt már több mint 5000 Mikulás csomagot hagytak el a szemesi manók, hogy aztán a település különböző pontjain a lakók megtalálhassák ezeket. Hú, nagyon nagy az öröm, gyereknek, felnőttnek egyaránt készülnek csomagok, tehát mindenkinek tudunk egy kis örömet szerezni vele. Kikerülnek a fényképek a közösségi oldalakra, hogy megtaláltak egy csomagot, és jók a visszajelzések. Az idei évben idáig már csak nem 100 000 forint értékű felajánlás érkezett a Hagyj el egy Mikulás csomagot Balatonszemesen felhívásra. A szervezők az idei évben plusz meglepetéssel is készülnek a legkisebbeknek, hiszen vasárnap délelőtt Mikulásváró műsorral kedveskednek a gyerekeknek. Templomok és lakóházak is készültek mézes kalácsból a Somogyi Magyar Egresen. A településen idén immár második alkalommal sütötték meg a kisfalut. 10 család több napon át dolgozott az épületeken, hogy advent első vasárnapjára megépüljön a látnivaló. Ez az egyik, amit mi készítettünk.
Nekünk egy igazi parasztházunk van, tömésházunk. Annak a formáját próbáltuk visszaadni a készítésnél, illetve ezt a házat, ez egy modernebb házaszomszédunké. Mindenki kedvére süthetett Magyar Egressen, ahol idén is megépült a mézes kalácsfalu. Beátáik egy jól bevált receptet használtak, így egyből puha házuk épült. Idén először készítettem mézes kalácsházat, mert kérték a szervezők, hogy fiatalok is csatlakozzunk, és akkor mi is a kis gyermekeimmel, mert hogy a 3 évessel beszálltunk, illetve másik fiatal kis barátunk a szomszédból is átjött és segített nekünk. Magyar Egressen tavaly készült először mézes kalácsfalu. Akkor a koronavírus járvány miatt elmaradtak az adventi programok, de mégis szerették volna a helyieket bevonni az ünnepvárásba. Így jött a kis édesfalu ötlete. És mivel bezárt a világ, és nem tudtunk nyitni a közösségek felé máshogyan, mint hogy mindenkit az otthonában szólítottunk meg arra, hogy valamit készítsen. És ez a mézes kalács volt a legjobb apropója a dolognak, hiszen mézes kalácsot nagyon sok háztartásba sütnek, és akkor ezeket mi itt összeraktuk. Tehát igazság szerint korábban már, tehát nem mi találtuk ki a spanyol viaszt, de így a Covid-nek a köszönhetője ez, hogy elindult a mézes kalácsfalu. Idén 10-en sütöttek mézes kalácsházakat, jellemzően lakóházak készültek. Úgy néz ki, mint egy igazi kis képeslap. Most már Magyar Egres feliratot is megkapta. Hát szeretnénk folytatni, amíg lelkesedés lesz, és sütőasszonyok, lányok lesznek a faluban, meg baráti társaságok, addig mindenképpen én úgy gondolom, hogy élni fog ez a hagyomány. Magyar Egresen a tervek szerint vízkeresztig látható a mézes kalácsfalu. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Az olcsó villamos energiát biztosítják a fejlesztéssel, 2022-ben elkezdődhet az új blokkok építése Pakson. Megváltozott út- és látási viszonyok, a téli közlekedés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség. Az adventi időszakban megduplázódnak a lakástüzek, óvatosságra int a katasztrófavédelem. Fogyatékkal élők nemzetközi világnapja, kerekasztal megbeszélést tartottak a Tolna megyei szervezetek. Szombaton erősen felhős időre készülhetünk, estig csapadék nem hullik, hideg lesz. Vasárnap is borongós idő várható, többfelé esővel. Hétfőn már számítani lehet napsütésre, számottevő csapadék viszont nem hullik majd. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!